A mentőcsapatoknak, tűzoltóknak sikerült elérniük a szerencsétlenül járt kínai utasszállító repülőgép becsapódásának helyszínét. A China Eastern Airlines Kunmingból kantonba tartó belföldi járata a 132 emberrel a fedélzetén zuhant le a délnyugati Guangxi tartomány hegyvidéki erdős területén. A repülés követő adatai szerint a Boeing 737-800-as típusú gépel helyi idő szerint délután fél háromkor szakadt meg a kapcsolat, tűnt el a radarokról. Három perc alatt meredeken zuhant közel 9000 méteres magasságból 1000 méter alá. A becsapódás után a hegyoldaban tűz keletkezett, amit már eloltottak. Közel ezer ember, katasztrófa védelmések, mentősök, tűzoltók, repülési szakértők dolgoznak a helyszínen, kutatnak túlélők után, gyűjtik a roncsarabjait, vizsgálják a helyszínt, egyelőre nem tudni a katasztrófa okát. A tragédia sokkolta a kínai közvéleményt, és szokatlanul gyors reakciót váltott ki Xi Jinping elnökből, aki megdöbbenésének adott hangot, és azonnali vizsgálatot rendelt el az okok kivizsgálására, valamint az összes 737-es gépre repülési tilalmat rendelt el. A kínai légitársaságok jó biztonsági mutatókkal rendelkeznek, az utolsó súlyos baleset 12 évvel ezelőtt történt.